Sziasztok, fegyelmes uraim! Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt és minden interneten jelenlévőt a Jövő Könyvtelep című sorozatnak a 2017. évi első alkalmán. A Miskolci Egyetem Könyvtárlevétel Múzeum nevében Szendi Attila vagyok, a egyetemi könyvtárnak a vezetője, és nagy örömömre szolgál, hogy a mai nap egy újabb, különleges, tartalmas előadást hallhatunk, láthatunk, és nagy szeretettel köszöntöm előadónkat is, Dr. Pánfani Csukás Juditot, aki a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak a munkatársa, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Lótos Lászlót is, aki a sorozatunknak a tartalmi gazdája, tartalmi szervezője, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a Miskolci Egyetemnek a könyvtárában a megyei és városi egyetemnek a munkatársait is, és mindenkit, aki egyébként az interneten nézi majd ezt az előadást. Egyetlen egy gondolatot fejteném csak ki. Az elmúlt év volt a nyitó évünk ennek a sorozatnak, és több technikai, szervezési nehézség ellenére ebben az évben még mindig folytatódik. És én azt látom, hogy nem csak a két könyvtár, tehát a megyei és az egyetemi könyvtárnak az együttműködését segítette ez a webinárium sorozat, hanem segítette a mi intézményen belüli szerveződésünket is, minél több kollégánkat mozdította meg, mozgatta meg, és ami nagyon jó dolog, az a mai előadónak a személy is jelzi, hogy minél több más egyetemi és más könyvtári szakembernek is teret adhatunk arra, hogy el tudja mondani a legújabb technológiákról az ismereteit. Ezzel a gondolattal köszönteném, és megkérem arra, hogy a megyei és városi könyvtárnak Varga Gábor mondja egy köszöntőt számunkra. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket és az előadást követő virtuális nézőket. Nagyon örülök egyrészt, hogy a webinárium sorozat folytatódik, másrészt örülök ennek a témának, hiszen ez egy nagyon aktuális téma. Bármi, ami a digitalizálással összefügg, az 21. században aktuálisnak kell mutatni. Ugye mi a megyei és városi könyvtárban a Manda projekt révén már több éve kapcsolódunk ez a projekthez, hiszen nálunk három munkatárs folyamatosan tölti bele a Mandába is, így az Európa-Ánába is az adatokat. A mai állás szerint összesen 7400 dokumentumot helyeztünk már el a Mandában, és több mint 6000-et ebben a rendszerben. Én úgy gondolom, hogy nem csak állományvédelmi oka van annak, hogy mi digitalizálunk, hanem már a szerzői joggal hadilábon áll a könyvtári szakma, és ez mai napig nincs igazán tisztázva. Próbálunk vinni az olvasók, illetve a látogatók felé olyan tartalmakat elérni, mivel első körben a lejárt védelmi idejű művek digitális szolgáltatásával, amelyek hát, benne van a veszély, ugye, hogy kérdés, hogy veszélye az, hogy kiteszünk mindent esetleg az internetre, nem csökken-e ezáltal a személyes használatok száma, hogy egyre kevesebben jönnek könyvtárban. Én azt gondolom, hogy a mai világban nem lehet kérdés az, hogy a távhasználat az ugyanolyan könyvtár használat, mint egy személyes használat. És hogyha mi mérni tudjuk, hogy a mi rekordjainkat mennyien használják a világhálón, ez ugyanolyan statisztikai és fontos statisztikai adat, mint hogy éppen aznak mennyien mentünk be a könyvtárba. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm Önöket és az előadót is, és majd kíváncsian várjuk az előadást. Köszönöm szépen! Szokás szerint én is mondanék egy pár szubjektív gondolatot, mondjuk ilyen címe, hogy az Európa-Ánál is én. Hogy mi jut nekem erről a témáról eszembe, amikor a bő 10 évvel ezelőtt az első hírek kezdtek el megjelenni arról, hogy körvonalazódik egy európai digitális könyvtárnak a koncepciója, ellensúlyozva a Google-nek az amerikai könyvdigitalizáló projektjét, akkor abban reménykedtünk, úgyis, mint magyar elektronikus könyvtár, hogy végre lesz pénz nagy tömegű digitalizálásra, valamiféle egységes, európai szinten is egységes technológiával és valami közös szolgáltatási rendszeren keresztül tesszük ezt majd elérhetővé. Aztán fokozatosan kiderült, hogy az Európai Digitális Könyvtár, ami később az Európán a nevet kapta, az nem a digitalizálással foglalkozik, nem is tárol digitális dokumentumokat, hanem csak a dokumentumok, a már digitalizált dokumentumok adatai gyűjti egy közös adatbázisba.
És hát az európai nagykönyvtáraknak a digitalizálását végül is egy sok helyen maga a Google oldotta meg, vagy a Google partnerségben oldották meg ezek a könyvtárak. Tehát az eredeti elképzelés az hát nem úgy valósult meg, ahogy mi azt szerettük volna. Mi, mint Magyar Elektronikus Könyvtár elsőként csatlakoztunk az Európánához Magyarországról. Tehát a MEC rekordok voltak az első magyar rekordok ebben a közös adatbázisban. Viszont azóta se sikerült igazán megoldani azt, hogy ezek az adatok folyamatosan bekerüljenek a rendszerbe és frissüljenek, és megfelelő formában jelenjenek meg ebben a közös felületben. Azt jól érzékeljük, hogy egy ilyen nagy, nagyon sok helyről származó metaadatbázisnál mennyi probléma van a különböző megoldások, szabványok, szótárak és egyebek miatt. Tehát nagyon nehéz ezeket egységesíteni, hogy a felhasználó valóban a saját anyanyelvén keresve releváns tartalmakat találjon a legkülönbözőbb digitális gyűjteményekből. És ami még nekem nagyon hiányzik, az a teljes szövegkeresésnek a hiánya, de pontosabban az, hogy nincs ez megoldva. Ellentétben a Google-el, ami ugye az által digitalizált könyvek, ez egy teljes szövegkeresőt így biztosít. Ugyanakkor, amiben az Európában messze megelőzte a Google-t, hogy ezeknek a digitális tartalmaknak a hasznosítása, újrahasznosítása, a legkülönbözőbb formában való megjelenítése az igazán példaértékű, tehát az elmúlt éveknek a fejlesztései azok ebbe az irányba mentek, és ez sokkal több, mint amit a Google biztosít, mert ugye ez csak egy keresőt, meg egy ilyen webshopot, egy internetes könyvesboltot épített erre a digitális anyagra. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mik a legújabb fejlemények és a legújabb irányzatok az Európánál, mert azt gondolom, hogy az az irány, amit most vett ez az egész projekt, ez jó irány, és nagyon tanulságos arra vonatkozóan, hogy nem elég csak beszkennelni a dokumentumainkat, meg a különböző múzeumi tárgyakat, hanem azokat aztán nagyon kreatív módon újrahasznosítani kell, illetve lehetővé kell tenni más partnereknek, hogy ezeket újrahasznosíthassák. Átadom a szót Juditnak, és köszönöm, hogy eljött. Nagyon köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszönöm a megjelenteket. Köszöntöm Szenti Attila főigazgatónkat, dr. Steinerné Szvicsinyi a főigazgatónkat, és nagyon örülök, hogy személyesen találkozhatom László úrral, aki a Magyar Elektronikus Könyvtárnak egyik megalapítója, és örülök, hogy itt van, és én abban bízom, hogy amit én tudhatok erről a témáról, adatbázisról, abban ő segítségünkre lesz, hiszen mint az OSZN munkatársa is, munkában, koncepcióban azért mindig megelőzik a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában folyó és megvalósult projekteket, úgyis mint partner intézmény, úgyis mint Magyarország első nemzeti gyűjteménye. A mai témán tulajdonképpen az Európai Digitális Könyvtár, röviden Európeára, ahogyan nevezzük, és egyre inkább szakmai körökön túl is olvasók, bejöve a könyvtárba, kutatóterembe, vagy egy témához anyagot keresve, csak így röviden az Európeánál keresik, és akkor az ott ügyeletet teljesítő kollega rögtön tudni fogja, hogy az illetőnek a segítségnyújtás az Európeának adatbázisról keresztül történik. A logóját, az első eredet logóját mutatnám meg magának az Európeának. Ez azóta kibővült, színesedett, más ábrákkal kibővült, hiszen az Európeának most már olyan sokféle projektje és szakterülete van, ami alapján keresünk, hogy hogyha a Google keresőrendszerbe beütjük, vagy az Európeánáról szóló nagyon bőséges, leginkább interneten megjelenő és angol nyelvű szakirodalmat keresünk, magyar nyelven pedig a TMT szakfolyamatot, amelyet minden könyvtáros kollega jól ismer, gondolom, különböző számai is tartalmilag is,
tudjuk jó, hogy az Európának ez a kis logója, amikor megjelenik, akkor már arról biztosít bennünket, hogy már az adatbázishoz közel vagyunk, és innen indíthatjuk a keresést. Az Európának nagyon röviden engedjék meg a jelenlévők, hogy tudjak egy kicsit rövid kis előzményt mondani. Valójában azzal, hogy az európai közösségek létrejött, és a kibővítések során Magyarország is 2004-től már tagja lett az európai közösségeknek, illetve most már csak úgy mondjuk, hogy az Európai Uniónak, különböző szakterületeken megtörtént az együttműködés, és ezek az együttműködések számunkra, mint köztársaság számára a kulturális együttműködésben teljesedik ki. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy maga az Európai Unió is nem csak gazdasági, politikai és egyéb közösségekként működik, hanem kulturális konglomerátumként is próbálja meg európai értékeit megmenteni, hasznosítani, feltárni és gyakorlatilag eljuttatni azokhoz, akiknek a számára, nem tudok most erre jobb szót mondani, akiknek a számára ez az anyag elsőrendben fontos és nagyon sokszor ismeretlen. Mondjuk, hogy az Európai Unióban ugye nincsenek határok, tehát tulajdonképpen szabadon utazunk, szabadon hozzáférünk műemlékekhez, szabadon megnézhetünk egy múzeumi tárlatot, egy kiállítást, egy koncertet, kézbe vehetünk védett végkönyveket, vagy olyan kottákat elevenítenek föl zeneileg művészek, amelyekről egyébként kilátni a fizikai helyünkről nem tudnánk eljutni. Ezek mind olyan kérdések, amelyek az európai közösséget is foglalkoztatták, és szeretném említeni, hogy 2001 első fél évében, amikor a svédek voltak elnökségen, az akkori 15-ök képviselői Lundban megfogalmaztak egy olyan igényt, hogy a kulturális értékek megmentése érdekében nagyon nagy szükség lenne arra, hogy egyfajta áttörés történjen meg, és ez nem más, mint a digitalizálás. Mi, akik egyetemi könyvtárban dolgozunk, meg kell vallanom, csak néhány éve érezzük annak a nagy jelentőségét, hogy mit jelent az, hogyha egy a mi esetünkben egy könyvről vagy egy régi folyóiratról beszélek, mit jelent az, hogy digitalizáljuk, és a digitalizált példányt használhatják az oktatók, használhatják a hallgatók, anélkül, hogy az esetleg egyetlen védett példány nekünk a Disney szintről ki kelljen hoznunk, ilyen cibánunk, amely megrongálódik, és hát könyvtárosok tudjuk, hogy milyen veszélynek van kitéve az esetleg egyetlen felbecsülhetetlen értékű dokumentum. Tehát 2001 áprilisában a Lundban az ott lévő tagállamoknak a kulturális képviselői megfogalmazták azt az igényt, hogy a digitalizálás, mint munkafolyamat és összeurópai szinten is egy nagy lehetőség tulajdonképpen létre kellene hozni egy olyan formában, hogy alakuljon meg ennek a fóruma. A tagállamok képviseljék magukat kulturális szakemberek és szakembercsoportok révén, és ezáltal az európai kulturális örökséget digitális formában nem csak elérhetővé, hanem láthatóvá is kellene tenni. De ezeknek a törekvéseknek a jegyében született meg az Európának, és indult el, Róna Iván idézem, aki a TMT szakfolyamatban az egyik tanulmányában úgy fogalmazta meg, hogy így erősödtek meg a közgyűjteményekben lévő digitalizálási folyamatok, illetve valahol megerősödött, valahol pedig éppen elindult, vagy vannak olyan helyek, ahol éppen ezáltal hallottak először a magáról a digitalizálásról. Ahhoz, hogy az Európánál tudjuk értékelni, és egyáltalán el tudjunk a felületén indulni, nagyon fontos néhány szót ejtenünk a Magyar Elektronikus Könyvtárról, amelyet épp említettem, hogy Rótos László kedves kollégám, mint egyik alapítója, nem csak megállódott, hanem fizikailag is tulajdonképpen létrehozott. A Wikipedia forrásaira alapozva a jelenlévők előtt szeretném idézni, hogy
tulajdonképpen a magyar elektronikus könyvtár Magyarországnak a, most már azt mondjuk, hogy legrégibb digitális könyvtára, és ami nagyon fontos, hogy egy ingyenes internetes szolgáltatásként indult el Magyarországon 1994-ben, amelynek a száma, ahogy az évek haladtak előre, egyre inkább nőtt, és egyre inkább számadatai tekintve is tulajdonképpen millióban mérhető most már a digitalizált könyveknek a száma. Természetesen, ahogy hallottuk és ahogy tudjuk is, ezek a különböző programok végül is beolvadtak, illetve beolvadnak az Európájába, illetve annak egy-egy nagy konstans részét képzik. A Magyar Elektronikus Könyvtárban még fontosnak tartom megjegyezni, hogy csak magyar nyelvű vagy magyar, illetve Közép-Európára, történetére, földrajzára, műkincseire, életmódvitele és egyebekkel vonatkozó dokumentumok találhatók, és ezek a művek nem csak könyvek, hanem más kulturális dokumentumok is, amelyek most már a hangos könyvekkel is magukban foglalják. Ha nem akarom magam ismételni, mert nem is tudom, hogy mennyi idő áll a rendelkezésünkre, tulajdonképpen ennek a Magyar Elektronikus Könyvtárnak az országos Széchenyi Könyvtár adott otthon 99. szeptemberétől ennek a hatalmas nagy projektnek, és mint önálló főosztály működik. Ennek a történetéről is a Wikipédiában nagyon bőségesen olvashatok, ahonnan én ezeket az adatokat a beszámolóhoz kaphattam, és itt említem meg, hogy ezért kollégám a nagyon rangos Kalmár díjat is megkapta ezért a munkájáért. Az Európai Unió intézményei közül mi leginkább az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlamenttel a munkájával találkozunk, és a mi szempontunkból az Európai Bizottságnak van jelentősége, hiszen a kulturális munka, illetve a kulturális projekteknek az elindítása, finanszírozása, felülvizsgálata, netán kritikája, az mind az Európai Bizottságnak valamelyik főosztályától, így mondjuk valamelyik büdzséjétől indul. Hát a LUM-ban 2001-ben megfogalmazott LUM alapelvek kapcsán tulajdonképpen létrejött két nagy projekt. Az egyik a Minerva, a másik pedig a Minerva Plus projekt, amelyeknek az internetes elérhetőségét itt fel is tüntettem. Ezek betűszavak, és ezek mögött az élő internetes webcímek mögött találunk angol nyelven, illetve mivel az OSK ugye fölkarolta ezt a programot, az OSK belül is magyar nyelven olvashatunk erről a két programról. De mivel európai szintű projektről van szó, nagyon fontos, hogy az akkor még 2001-ben 15 tagországban létrejöttek, és azóta megtörtént bővítések során a újonnan felvett országokban is megalakultak a nemzeti képviselőknek a csoportjai, akik ezekben a projektekben részt vesznek, elsősorban kulturális szakemberek, és tanácsadó testülettel működve próbálnak ezeknek a lundi alapelveknek megfelelve kulturális projekt szinten létrehozni ezeket a különböző nagy adatbázisokat és hatalmas kultúrkincseket. A projektet különböző munkacsoportok működtetik, hát olyan munkacsoportokról van szó, amely munkacsoportokat mi, mint jelenlévő könyvtárosok nagyon jól ismerjük, mert valamelyik munkacsoportnak a munkájához helyi szinten minden bizonnyal mi magunk is kapcsolódunk, tehát nem kell elmagyaráznunk azokat a fogalmakat, hogy mit jelent a katalogizálás munkafolyamata. A
digitalizált tartalomnak a feltárása, mit jelent egy könyvtárban, különösen egy egyetemi könyvtárban, vagy ahol múzeum is kapcsolódik az, hogy a többnyelvűségnek az előnye, illetve a többnyelvűségnek a problémái. Az Európának kapcsolódóan ez az interoperabilitási szolgáltatás nagyon fontos folyamat, és ez minden tulajdonképpen oda kell, hogy vezessen, hogy a felhasználó igény szinten ezek vajon mit nyújtanak, illetve mit nyújthatnak a felhasználónak. A projekt egyébként kidolgozta azokat a kulturális honlapokat is, amelyeknek nagyon komoly minőség követelményei vannak, és hát a minőség követelmények között fel kell sorolnunk, illetve meg kell említenünk olyan kérdéseket is, mint például a szerzői jognak a kérdésköre, amelyel találkozunk, és az Európában a bővítése során ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a bekerülő tartalmak azok mindig szerzői jogilag teljesen tiszták legyenek. De ez a projekt az előkészítés során, illetve a új alapelveket követően kialakította azokat a többnyelvű tezauruszokat is, amelyek a digitalizálási technikának a szabványait segítettek kialakítani, illetve fölülvizsgálták a felhasználók részéről való visszajelzéseket, illetve az interakciós folyamatokat. Nagyon fontos, hogy az Európeánál van közreműködő országok, azok össze tudják hangolni, itt kitérek erre, csak röviden, mert nem vagyok jogász, de fontos ezt említenünk, hogy a tagországok a jogszabályokat össze tudják hangolni, hát Magyarország esetében törvényileg szabályozott, hogy a digitális tartalmak azok milyen kritériumnak kell, hogy megfeleljenek. 2003-ban készült el a Magyar Információs Társadalom stratégiája, ezt is egy betűszóval itt jelzem, és ezen belül is az információs társadalomnak a kulturális ágazati stratégiája. Ezzel párhuzamosan megtörtént a feltérképezése annak, hogy Magyarországon mit, hol találhatunk, és hát először is megfogalmazták, hogy mit értünk kulturális közvagyonon, és hol találjuk fizikailag a kulturális közvagyon gyűjtő nagy helyeket, tehát könyvtárakat, múzeumokat, beleértve be a különböző szerzetesrendek műkincseit, múzeumokban található festményeket, szobrokat és zenei anyagokat is. Na most ez nagyon fontos két szempontból is. Egyrészt azért, hogy a megőrzés az egy többszörösen biztosított folyamat legyen, illetve ehhez a témához kapcsolódik a jogszabályilag is, hogy a köteles példányok szolgáltatásáról szóló jogszabály hogyan simul bele az Európeánál kapcsolatos bővítésekbe. Magyarországon 2007 és 2013 között ment végbe az országos könyvtári digitalizálási terv, amelynek az otthona tulajdonképpen a Neumann intézet, ez 2005-ben jött létre, a Neumann János nevét viselő és az OSK Országos Széchenyi Könyvtárnak a könyvtári intézetével együttműködő nagyon komoly kulturális intézet, amely a korábbi tapasztalatokat és gyakorlatokat alapul véve, beépítve az Európai Uniós terveket is, gondolva a lundi alapelvekre, illetve azokra a nemzetközi gyakorlatokra és stratégiára egyaránt épített, amelyek tulajdonképpen Magyarországon nagyon nagy lendületet adtak ennek a digitalizálási folyamatnak.
már itt beszélgetés, mielőtt megkezdődött a rendezvény, néhány szót ilyenben Lótos László kollégával beszéltünk ugye arról, hogy az Európeánának is, mint nagy közvagyonnak is van egyfajta riválisa, ez a Google Book Search program, amelyről mert mindannyian találkozunk, és ez valóban egy nagy ellenlábasa az Európeánának. Erről csak annyit érdemes megjegyezni, részletesen összegyűjtöttem ezzel kapcsolatosan az adatokat is, hogy a Google Book Search program az csak könyveket digitalizál, tehát másfajta kulturális közvagyontárgyat nem. Nagyon fontos, hogy magunkénak érezzük az Európeánát, és a magyar kultúrfinteket ebben az adatbázisban el tudjuk helyezni. Itt föltüntettem, hogy tulajdonképpen az Európeánában elsősorban az országos Széchenyi könyvtárnak az elektronikus könyvtár részlege, azon kívül a Nemzeti Digitális Adattár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Rádiónak az archívuma, valamint a Magyar Nemzeti Film Archívum vett részt indításban. Az Európeánának egyébként a működtetője, ez egy Hollandiában bejegyzett alapítvány, amelynek itt a websájtját föl is tüntettem. Tulajdonképpen ez az alapítvány gondoskodik a működéshez szükséges forrásokról, valójában pedig mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból a portálnak a fenntarthatóságát megpróbálja biztosítani, és az Európai Uniós felhasználást pedig monitorozza. Hát azzal, hogy a közgyűjtemények közötti együttműködést is szerződésileg szabályozza, illetve elősegíti, úgy gondolom ez is egy óriási eredmény, hiszen nagyon sokszor közgyűjteményekben dolgozó kiváló szakemberek, vagy nagyon jól működő projektek, vagy eredmények nagyon sokszor egy intézmény keretein belül maradnak, mert az együttműködésnek a hiánya esetleg erősen befolyásolja ezt. Az Európeánában nagyon fontos annak a célnak a megfogalmazása, illetve a céloknak a megfogalmazása, hogy ez egy összehangolt könyvtári digitalizálási rendszer, ami számunkra nagyon sokat jelent, hiszen az összehangoltság vagy az egymásnak a megtalálása, a saját értékeinek a bemutatása, ezek mind nagyon fontosak. Azon kívül az esélyegyenlőségnek az Európai Unióban nagyon sokat hangoztatott, és valójában nagyon fontos, hogy előtérbe kerüljön, az esélyegyenlőségnek a lehetőségét megadja a felhasználó számára. Azon kívül mi, mint magyarok, illetve az Európai Unió többi tagországa, és akik részt vesznek ebben a projektben, hogy tulajdonképpen össz-európai szinten találkoznak egymással, ez nagyon jó alkalmat biztosít arra, hogy szakmai fórumokon ezeket a projekteket bemutatva eszmecserékre legyen lehetőség, vagy jó ötletekre a bemutatására, illetve problémáknak a megvitatására. És itt az Európeánában még az is nagyon fontos cél, hogy a privát szférát is bevonják, erről a későbbiekben fogok beszélni. Ahhoz, hogy az Európeána létrejöhessen és a Lundi alapelvek kiteljesedjenek a két nagy projekt alapján, amely aztán egyesült, nagyon fontos volt, hogy nagyon jó alaposan felmért helyzetelemzéssel rendelkezzenek a ebben résztvevő munkatársak. Az adatrögzítés az pontos legyen, a digitalizálásnak a folyamata az ne akadjon meg, pontosan azért, mert esetleg financiális oka van, vagy személyi
háttér nem mindig megfelelő. Ma már Magyarországon is kialakult az, hogy ebben a projektben az ebben résztvevő szakembereknek a gárdája, illetve generációja már gyakorló szakemberként beszél, sőt azt mondhatjuk, hogy most már a második generáció is tulajdonképpen megjelenik itt a munkatársak között. Hatékony szolgáltatási formák szerint működik az Európeának. Az úgynevezett metaszabványok, ezeket mindannyian ismerjük, mint könyvtárosok, vagy a keresőeszközöknek a sokasága. Nagyon fontos, hogy a teljes szöveget tudjuk elérni, a névtárat, illetve a szemantikus keresés is adott legyen. Az Európeánának a sok-sok erőnye, és hát már láthatjuk a gyakorlatban is pozitívuma mellett nagyon fontos, hogy hosszú távú megőrzésre rendezkedjen be ez az adatbázis is. Kovácsné Korany Ákes kolléganőnk, akit mindannyian jól ismerünk, ő sokat foglalkozott elméletileg is, és tehát irodalmi munkásságát tekintve is ezzel a témakörrel, és ő írja az egyik tanulmányában, amely majd hátul vagy a végén a beszámolónak a végén a irodalmi anyagban föl is tüntetem, hogy a publikációjában felsorolja, hogy amikor a 2008-ban, amikor elindult valóságban is az Európeának, milyen rövid idő alatt szinte összeomlott a rendszer, a nagyfokú felhasználtság, az igények és hát a keresések nagy száma miatt. Még meg kell említenünk, mielőtt magát az Európeánát megnyitnánk, hogy milyen problémák is nehezítik a magyarországi hazai könyvtári digitalizálást. Az előbb említett öröm, hogy európai szinten összehangoljuk a kulturális kincsernek a megőrzését. Hát nagyon sokszor előfordul az, hogy az összehangoltságnak a hiányával találkozunk, amely hosszú időre blokkolja ezt a folyamatot, nagyon hosszú időre, sőt, sokszor előfordul az, hogy úgy tűnik, hogy már-már ez a folyamat el fog halni, vagy ez a próbálkozás. Tehát nagy probléma az összehangoltság hiánya, nagyon nagy probléma a finanszírozásnak a kérdése, mert ahhoz, hogy ez az Európeána, mint egy kulturális adat halmaz és tematikusan kereshető kulturális közvagyon, hogy működjön, ahhoz nagyon komoly pénzügyi forrásokra van szükség, mert hiszen komoly gépeket használunk, egy szakembergárdát kell erre kiképezni, egy szakembergárdát kell ezzel folyamatosan dotálni. Hosszú távra rendezkedünk be, és ezek a források nem mindig állnak rendelkezésünkre, nagyon sokszor szünetet kell tartanunk ebben a munkában. Az is nehezíti nagyon sokszor, vagy nehezítette most már egyre kevésbé a hazai könyvtári digitalizálást, hogy korábban hiányoztak azok a szabványok, amelyek meghatározták, hogy a digitalizálást végző és ezt a munkát végző szakember tulajdonképpen milyen szempontokra kell figyeljen, milyen ismert anyagra kell, hogy rendelkezzen, tehát például hogy a metaadatok alatt ő mit ért, és hogy ezeknek a mentése során egységesítés és a különböző rekordoknak a elérhetősége és pontossága ez hogyan történjen meg. Az Európai Uniónak 8 tagországa, itt most föl is sorolom, nagy örömmel mondom, Magyarország is össze van. Elsősorban ugye az Uniónak a magja maga Belgium, Észtország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Svédország és Szlovénia, és hát ugye Magyarországot örömmel vitette az elején, tulajdonképpen megvalósít egy olyan projektet, amelynek az a célja, hogy a kulturális örökség intézményeket és a nemzeti infrastruktúrát szolgáltatók között így munkakapcsolatot azt a lehető legoptimálisabb mértékben fejleszte, erősítse és az átjárhatóságot biztosítsa.
A projekt során olyan feladatokat kellett és kell elvégezni, mint a koordinációs tevékenység, a nem jó szó, hogy az érintetteknek a összehozása, pontosabban a szakmai kapcsolatoknak a biztosítását értem ez alatt, illetve érti az a forrás, amely alapján ezt a kis szájdot összeállítottam. Nagyon fontos biztosítani a szakmai workshopokat, nagyon fontos, hogy legyenek folyamatosan szakmai tréningek, hogy a munkában résztvevők azok értesüljenek a legújabb eredményekről, és értesüljenek arról, hogy nekik nincs esetleg valahol az ismert anyagokban valahol egy kis hiányosság vagy félreértés, hogy a projekt során, akik ebben dolgoznak, azok a digitális örökségnek a tartós megőrzését mindig szem előtt tartsák, és ezekben a közgyűjteményekben, ahonnan ezeket a kulturális értékeket képileg, metadatokkal leírva, illetve a különböző kapcsolatrendszerek révén ezeket a kulturális értékeket egymással összekapcsoljuk, ott a tartalomszolgáltatás az napra kész legyen. Hát tulajdonképpen az Európánál, mivel mindannyian ismerjük, mert hiszen azért is gyűltünk itt össze, az Európánál áll a tartalom kérdés az elsősorban ugye képi anyag. Azt mondják egyébként a pszichológusok, illetve pszichiáter orvosok, tehát az orvosok is, hogy a minket ért legerőbb befolyások, illetve a minket ért impulzusok közül legerőteljesebbek a képi impulzusok, általában azok maradnak meg, legtartósabban és legmélyebben ivódnak be a gondolatainkba, illetve a memóriánkba. Hát az Európeánában elsősorban képi anyagokkal találkozunk, ezeket így felsoroltam, de hát mindannyian tudjuk, hogy ezek az elérhető képek, ezek nagy múzeumokban, képtárakban lévő festmények, értékes rajzok. Nagyon fontosak a térképek, hiszen Európa két nagy világégésen van túl, és az Európa térképét ugye nem csak hogy átrajzolták, amely érzékeny érintett etnikumokat és nagy nemzeteket, tulajdonképpen a térképeknek a megőrzés az egy kiemelt, nagyon fontos projekt, de nagyon fontos is, tudjuk, hogy nem csak a családok számára, hanem az életmód és intézményi működés és egyebekkel kapcsolatosan fényképek és a múzeumi tárgyakról készült képeknek a megőrzése az egy nagy kategória az Európánál belül. Aztán itt vannak a szöveges digitalizálása váró vagy digitalizált anyagok, amelyek nem mások, mint a könyvtárak alapgyűjteményét képző könyvek. A szaklapok, szakfolyóiratok, hírlapok, vagy hírlapok arra, tehát gondoljunk arra, hogy milyen fontosak a már archivált napilapok, egy-egy jubileum és egy-egy család eseménye szempontjából, vagy egy város története szempontjából visszakeresni egy napilapot, egy akkori eseményt, az milyen jelentőséggel bírt. Nagyon fontosak a digitalizálás szempontjából a naplók, hiszen egy jó napló az tulajdonképpen pótolja a történelmi ismereteinket, illetve kiegészíti és személyessé teszi, és nagyon fontosak még a levéltári iratok. Hát azt hiszem, hogy ha valahol, akkor éppen Magyarországon fontos hangsúlyozni, hogy mennyi levéltárunk semmisült meg a háborúk alatt, vagy a háborúkat követő politikai változások során, félelem és egyebek miatt sokan semmisítettek meg pótolhatatlan levéltári iratokat. Aztán az Európánál nagyon fontosak a hangzóanyagok. Ezek lehetnek zenei és élő nyelvi hangfelvételek, vagy a még létező és meg múzeumokban fellelhető és még működő viaszhengerek. De már ide tartoznak lassan a kazettás, ide tartoznak a lemezek, és ami nagyon népszerű, Európában keresett között a különböző rádió műsorokat rögzítő hanganyagok. Azon kívül
utolsó területén soroltam föl, de nem utolsó sorban a videók, a filmek, a híradók és a különböző rádióműsorok. Könyvtárosok vagyunk, és nagyon fontos számunkra, hogy egyszerű vagy összedett keresésre kereshetünk, ha jól emlékszem, és máshol meg fogod erősíteni, vagy esetleg számolok, hogy az Európában az összetett keresés az még nem feltétlenül működik olyan szinten, ahogy... Hát nem egy könyvtári katalógus. Köszönöm szépen! Egy internetes keresővel, annak a előnyeivel, hátrányaival. Igen. Köszönöm szépen, mert a rövid bevezetőben, mint erre kitértél volna, nekem is ez a véleményem, de mivel nem dolgozom úgy az Európában minden napi szinten, hanem inkább fölhasználóként, vagy amikor az egyetemi könyvtárban egy két éves projekt kapcsán Köpőcsi Zsuzsa kolléganőnk, aki a könyvtár egyik főigazgató helyettese, ő maga egy végigvitt az Európán a Travel programot, amely utazási irodalmat digitalizált, és egy csodálatos állomány részt tekintettünk be, mint ott dolgozók is. Mondhatom azt, hogy az egyszerű vagy összetett keresés, amikor kiemeljük, akkor leginkább még az egyszerű keresési mód az, ami biztosan működik, de az összetett keresése is természetesen próbálkozunk. Néha olyan a keresési módok után néha olyan eredmények születnek, amelyek megmosolyogunk, de aztán külön választva ezt tartalmilag elérjük a kívánt célt. Hát a keresések során nagyon fontos egy kicsit didaktikusnak tűnik, de fontos, mint könyvtárosok vagy könyvtár használók, hogy amikor keresünk, akkor kire vagy kikre keresünk. Hát ugye az Európán esetében érdekelnek bennünket maguk az írók, tehát a szerzők, érdekelnek bennünket a műalkotás észrehozó festőművészek, a hatalmas műemléki regisztrált anyagnál az építészek nevei, a művészek, de mivel képi anyagról van szó, és mozgást bemutató anyagról, a koreográfus, a zeneszerzők, vagy az alkotásokban tulajdonképpen résztvevő táncosok, zenészek, de érdekelnek bennünket a filmrendezők, vagy fényképészek neve, és hogy kik azok, akik ezeket az anyagokat létrehozták. Nagyon sokszor Debrecenben szégyenkezve említjük meg, hogy ismert felvételeknél nem tudjuk, hogy ki volt az a fotográfus, aki esetleg valami 1918. október végén, amikor IV. Károly feleségével, Zita királynéval Debrecenbe ellátogatott, és meglátogatták az Augusta szanatóriumot, a sebesült katonákat. Volt egy fényképész, aki elkére ugrálva, kémények mögé bújva, a nagy állomástól a klinikáig, és utána a program végezték egészen a Városi Színházig, követte végig a negyedik álló feleségét és az őt körülbelül kísérletet. Nem tudta senki már a nevet, míg nem egy raktáros kollégánk egy dokumentumot, pontosabb egy albumot talált, ami régen be volt katalogizálva, csak már a CEDRUA katalógusban a CEDRUA elveszett, de a dokumentum megvolt, ahol láthattuk az eredeti felvételeket, és megmutattuk, hogy ki az a fényképész, akinek a leszámadott egy mai napig is ott élnek. Debrecen egyetemváros, de mégis azt mondjuk, hogy egy kisebb közösség, példaként mondom, nem tudtuk a fényképésznek a nevét. A keresésén nagyon fontos, hogy mit keresünk tulajdonképpen, milyen típusú dokumentumot, és tehát itt felsorolom, hogy itt a címszava keresésénél nagyon fontos, hogy a könyvek, versek, újságok címeinkből, vagy a címekből egy-egy szót legalább tudjunk, és akkor összetett keresés segítségünkre lesz. Az is nagyon fontos, hogy a keresési szempontjaink az mire vonatkoznak, hogy európai vagy Európán kívüli országokat keresünk, vagy városokat, egyáltalán tudjuk a nevet, vagy a névből valamit tudunk, és hogy a
dátum, amire keresni akarunk, az körülbelül mikori dátum, tehát valahol azért be kell állítanunk egy fajta kronológiánál egy dátum sor. Hát mindannyian könyvtárosok, amikor keresünk, akkor az egyszerű keresésre azért emeltem ezt ki, mert ez működik jobban az Európánában. A találati listánknál nagyon fontos, hogy a nyelv, az ország, a szolgáltató intézmény, illetve a dokumentum típusa közül mi az, ami bennünket érdekel, vagy mi az, amit keresünk. A főmenüben, mint opcióban az időrendet, az, ahogy említettem, fontos bejelölni, és ami az Európának használók számára igazi élmény, szinte ilyen gyermeki örömmel töltött el engem is, amikor először erre sikerült rátalálnunk, hogy akár egy saját könyvtárat, vagy egy saját gyűjteményt is létrehozhatunk azokból az anyagokból, itt saját múzeumot is írnak a szakirodalomban, létrehozhatunk virtuálisan, amit bármikor újra keresve, mint egy mappában, hogy nem így köznyelv szerint megtalálható. Ezek a úgynevezett közösségi oldalak, amelyek közül nagyon sokkal a hétköznapi életben is találunk, a social médiának a területére kalandoznék egy pillanatra, de csak rövid időre. Ezek az úgynevezett közösségi oldalak arra szolgálnak, hogy az azonos érdeklődésű látogatók, azok tulajdonképpen kontaktusba tudjanak egymással kerülni, mondjuk beszélgetni tudjanak egymással. Hát ez a Európán esetében is így van, hogy tulajdonképpen létre lehet hozni egy olyan kapcsolatot is, hogy ebben az azonos érdeklődésben egy bizonyos keresés után tulajdonképpen kontaktusba tudjanak egymással virtuálisan lépni. Hát különböző csoportok vannak, 6 közösségi csoportot hozott létre, vagy hoztak létre ebben a demo verzióban, és mindegyik csoportnak mint egy más közösségi oldalakon is megnézhetjük a csoport tagjait, kommunikálhatunk, és ahogy említi a szakirodalom, külön felületen beszélgetést is folytathatunk a résztvevő tagokkal. Hát az intézmények listáját és a projekthez csatlakozott intézmények listáját is megtaláljuk. Ezt kigyűjtöttem, és egy mellékletben majd a dokumentum végén elő is hozzuk majd. Nagyon fontosak az Európa esetében az úgynevezett nyelvi irányelvek. Hát az Európai Unió az már a megalakulásakor, tehát még az 50-es években vagyunk, nevezzük. Ugye 51-ben már a szén- és acélközösség létrejötte, az Euróatom, stb. De 52-től tulajdonképpen, ugye Kelet-Dubinomba is lesz most az Európai Uniónak, lefektették kulturális irányelvekben, hogy akkori közösségekről beszélve, az európai közösségekben kibocsátott dokumentumok, azok jelenjenek meg 5 éves kifutási időt után, vagy már lehet előbb is, 5 éves kifutási idő után az illető tagországnak, vagy tagállamnak a nyelvén is. Na most hát ez a sajnos ez a gyakorlatban, ez kritikaként mondom, sajnos ez nem feltétlenül működik, bár az Európai Unióban és a bizottság finanszírozásával nagyon nagy számú, több tízezres fordítógálda működik, de tudjuk jó, hogy az onnan érkező dokumentumok sem mindig érhetők el a olyan nyelvünkön. Hát ez az Európában esetében is így van, hogy az lenne a cél, hogy a felhasználók saját anyanyelvükön tudják ezeket a dokumentumokat, meg a leírását olvasni, illetve a saját anyanyelvükön tudjanak szolgáltatni információkat, de ez nem mindig lehetséges, pontosan a korlátozott erőforrások miatt, ez nagyon sokszor financiális, vagy munkatársi, vagy egyéb korlátok miatt nem megvalósítható. De Európának a fejlesztő gárdája, illetve az oda anyagot feltöltők
arra törekszenek, vagy törekszenek, hogy minden egyes kiemelt jelentőségi oldal, az az illető partnernek a nyelvén elérhető legyen. Hogyha megnyitjuk az, nem tudom, hogy van-e valaki, aki megnyitott közben egy Európeán a oldalt, majd mindjárt is bevezetünk, utána ezt meg fogom tenni. A nyelvi irányelveknél, hadd mondjam azt kritikaként is, de egyben pozitívumként is, hogy a közlésznek a gyorsasága az nagyon sokszor fontosabb, mint maga a fordítás. És az Európeána engedélyezi az úgynevezett korlátozott nyelvkeresés, pontosan azért, hogy ha esetleg több nyelven jelennek meg szavak, kifejezések vagy utalások, az is közelebb vigyen bennünket a találati aránynak a eléréséhez. Lehet, hogy ez akkor pillanatnyilag gondot okoz, de a dokumentumhoz hamarabb jutunk el, nagyon sokszor, ha ezt figyelembe veszünk. A jogi kérdéseket, ahogy már az előbb említettem, állandóan szem előtt kell tartanunk, mert nem csak Magyarországon, hanem ez már közösségi szinte is, tehát az Európai Unió szintén és nemzetközi bíróságokhoz esetre kerülve nagyon kellemetlen és nagyon komoly anyagi kártérítése járhatnának azok a perek, amelyek abból fakadnak, hogy esetleg bizonyos jogi kérdésekkel nincsenek tisztában azok, akik feltöltenek az Európeánába. Itt időzőjelbe tettem, mert ezt szó szerint is idézem, hogy a felhasználók kizárólag személyes felhasználás céljából böngészhetik a honlapnak a tartalmát, és másolhatják az egyes elemeket, menthetik le az anyagot, és másolhatják a honlapokat, illetve a dokumentumokat. Na most a digitális dokumentumok és honlapoknak az elektronikus továbbítása az tilos, a szolgáltató partnerek, vagy éppen a jogtulajdonosok előzetes írásbeli engedélye nélkül. Hát ezt az Európeánál nagyon szigorúan veszünk, mint ahogy esetleg egy szabdolgozatnak a használatánál is már rögzítjük, hogy a szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül abból anyagot szolgáltatni tovább nem lehet. Szükséges a szerzőnek a hozzájárulása, de ezt hiszem, hogy könyvtárosokként ezzel folyamatosan találkozunk. Magyarországnak az Európeánával kapcsolatosan csak három nagyon komoly célkitűzése van. Egyrészt, hogy a Magyarországon felelhető közgyűjteményeknek a kincseit azt digitalizálja, hogy elhárítsa azokat a technikai problémákat, amelyekkel küzdünk, tehát gépek karbantartása, financiális utánpótlás, illetve hogy a jogszabályi környezetet azt teljesen lelépve biztonságosan tudjuk háttérként szolgáltatni. Ez Magyarországnak egy hármas célkitűzése. Hát ez a magyar kulturális közvagyonnak a feltérképezése az egy óriási munkát jelentett, hiszen az intézményekben dolgozóknak tulajdonképpen a bizalmát is meg kellett először nyerni ahhoz, mert nagyon sokan gyanakszanak, hogyha az ő által őrzött vagyontárgyakat keresünk. Európai példákkal sikerült meggyőzni őket. Tulajdonképpen az volt nagyon fontos, hogy az elektronikus források betöltése, hogy ezeket az őrzési helyeket digitalizálhatóság, ütemezhetőség és költségigény szerint tulajdonképpen hogyan lehetne föltérképezni. Az előbb már hivatkoztam az OSK könyvtár intézetére, a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központnak a szerepére, ezeken a websájtokon olvashatunk erről részletesen. Itt már csak az irodalmi forrásokat soroltam föl, akiknek a munkáiból megítettem, illetve őket tartom olyan szakembereknek, akik a publikációban magyar nyelven is elérhetővé teszik az Európeánáról az anyagot. A jelenlétet látják, hogy a
a TMP-nek a számai igyekeztem áttekinteni ebben a 2016-12 számban, éppen Berke Barnabásné jeleztek, hogy például az úgynevezett ármanművek, amelyekről már most külön kellene beszélnünk, de az időt nem igen engedi meg, azok automatikusan nem digitalizálhatók. Én akkor javasolnám, hogy nyissunk meg egy Európeana oldalt, jó, és akkor segített az Európeana portál megjelent, és a magyar nyelvű változat. Itt, ahogy a kiterjesztésben látjuk az oldalt, a nyelvi, az a nyelvi lehetőségeket, de a mi esetünkben, hogy itt már a magyar van. Kérnék javaslatot. Hát ugye itt a főmenüben látjuk, hogy a gyűjteményeket, böngésző, különböző kiállítások és blokkok, és itt a pulcok megadásával kereshetünk. Miskolc. Miskolc, az város, ugye? Semmi más, csak Miskolc. Hát itt 15.023 találatból az első 12-t meg is jelentettek. Nagyítani azt mondja a kollega, hogy nem lehet, mert olyan időpontban így nem tudunk. Jó, és akkor... Tehát ott bal oldalt vannak a nagy kategóriák, úgyhogy hány képet. Ja, azt is segítettem, de én szeretném, hogy ebben szólnám, mert azért egy alapító atyával van dolgozom. Tehát ugye látjuk azt, hogy ez a bizonyos egysoros kereső, amit ugye a Google annyira népszerűvé tesz, az van itt is beállítva alapértelmezetben. Aminek aztán az az eredménye, hogy hát tücsköd bogarat összeszed a kereső. És hát az a fajta úgynevezett relevancia-szerű rendezés, amitől a Google olyan népszerű, az ebben nincs benne. Vagy hát legalábbis messze nincs olyan szinten, mint ahogy a Google keresője tudja ezt, hogy az igazán releváns, tehát az igazán témához kapcsolódó fontos találatokat tegye a lista elejére, hanem valamilyen sorrendben dobálja ki ezeket. Ugye a Google rendezésénél ugye az egy nagy segítség, hogy ő a linkeket is tárolja, tehát amikor egy weboldalt keresünk a Google keresőben, akkor a Google adatbázisa tudja azt, hogy arra a weboldalra hányan hivatkoznak, hány link mutat, ezért a fontos oldalakat automatikusan előre tudja tenni, amelyekre sokan hivatkoznak. Hát ebben az Európeánában nincsenek ilyen belső linkek, nincsenek összekapcsolva a dokumentumok egymással, ezért aztán ilyenfajta fontosság szerinti rendezést nem tud ez a kereső. Viszont amit tud, az az úgynevezett facettás megjelenítés vagy találati lista, amit itt bal oldalon látunk, hogy bizonyos kategóriák szerint csoportosítja a találatokat, és hát rögtön látjuk azt is, hogy itt aztán nincs minden magyarra lefordítva, tehát például az első szempont az a gyűjteményeknél ugye angolul mondja azt, hogy art, meg fashion, meg music, tehát hogy akarjuk-e szűrni ezt a nagy találati listát csak a műalkotásokra, vagy a divatra, vagy a zenére, vagy egyéb szempontokra is, gondolom. De ami igazán érdekes, az a második kategória, amelyik azt mondja, hogy kép, szöveg, videó, háromdimenziós modell, vagy hang, anyag, ami bennünket érdekel. Ez is egy érdekes dolog az Európánál, hogy mit tekintő szövegnek, meg mit tekint képnek. Ugye nagyon sok szöveges dokumentum, tehát például a könyvek jelentős része, az képként van digitalizálva, ezért ő azt hiába teszi mondjuk a szöveg kategóriába, valójában csak oldalképeket fogunk találni, amikor megnézzük magát a dokumentumot. És hát itt már az első probléma az értelmezés, a fogalmaknak a különbözősége. Ugye amikor mi beadtuk a Magyar Elektrikus Könyvtár dokumentumait,
akkor nekünk is be kellett sorolni ezeket, hogy ezek most szöveg, kép, vagy hang, vagy videó tartalmak. Nyilván a hangos könyveknél az egyértelmű volt, hogy az hang, de amikor azt mondjuk, hogy egy régi digitalizált kódex, vagy más ilyen kéziratos anyag, az akkor most szöveg, vagy kép, hiszen az alapvetően képként van digitalizálva, ugyanakkor az a kép szöveget tartalmaz. Tehát már itt bejön az, hogy nincs igazán egységes fogalmi rendszer az Európánál belül sem, meg általában a digitális könyvtárakon belül sem, hogy mit tekintünk mondjuk szövegnek. De maga ez a fajta szűrés, ez itt rendelkezésre áll, tehát ez tudva, ezeket a korlátokat tudva, itt azért lehet azt mondani, hogy engem csak a szöveges dokumentumok érdekelnek ebből a nagy halmazból, és akkor, hogyha sikerülne ezt kipipálnom, és látnám is, hogy mit csinálok, akkor talán vagy ide kell kattintanom, minden esetre előbb-utóbb leszűkíti ezt a 15.000-et 7.100-ra, és akkor most a szöveges dokumentumok jönnek. Hát szerintem egyébként itt ezek a netkötet, ugye, ami a Miskolci Irodalmi Rádió által kiadott könyvek vannak itt az elején, ezek szerintem a megből vannak, mert a megből kapjuk ezeket folyamatosan a szerkesztőtől. És aztán a másik furcsaság, amit itt látunk, az, hogy emlérégi ömlesztő vannak az adatok a találati listában, míg a szóközök is hiányoznak sok esetben. Ugye ez a tartalomjegyzéke lenne ennek a könyvnek, amit itt látunk felsorolva, hogy Zsoldos Árpád ajánlás, bemutatkozás, stb. Ez valami verses kötet és a vers címek vannak itt felsorolva. De hát ugye ez megint egy újabb probléma, hogy egy tartalomjegyzék esetén, amely ugye úgy néz ki, hogy sorokból áll, és a sorok végén van egy enter, és egy új sor, karakter, az itt ebben a találati listában nem lesz jelenik meg, ezt a bizonyos sortörést ezt egyszerűen elhagyták, és még egy szó közt sem tettek a helyére, így aztán az egész összefolyik. Ez egy másik ilyen értelmezési, meg egységesítési probléma, hogy mit tekintünk egy dokumentum tartalmi leírásának. Mi a Mac-nél azt csináljuk, hogy ha van valamiféle fülszöveg, vagy előszó, vagy ajánlás az adott könyvben, akkor azt tekintjük annak. Egyébként meg a tartalomjegyzékként tekintjük annak, és ebből látunk itt ilyen meglehetősen ijesztő példát, hogy az egészet így egy mondattál, szó között nélkül összevonták. És amit itt lehet látni, hogy még további kategóriákra lehet ezt bontogatni. Tehát például, hogy elérhető a teljes szöveg, vagy nem. Ez is egy meglehetősen frusztráló dolog tud lenni az Európában. Az eredeti koncepció az volt, hogy csak a teljes terjedelemben digitalizált dokumentumokat, illetve azoknak az adatai gyűjti össze az Európának, de azóta már belekerült rengeteg olyan adat is, amely mögött nincs ott a teljes dokumentum, hanem mondjuk csak a könyvnek a címlapját szkennelték be, de magát a teljes könyvet nem. Tehát itt ez a bizonyos kategória, hogy 6800 esetben nem elérhető a teljes szövege a könyvnek, az arra utal, hogy vagy nincs beszkennelve, vagy jogilag nem hozzáférhető nyilvánosan. Ugye ez is egy probléma, amiről már többször szó volt, hogy nagyon sok digitalizált dokumentum nem érhető el nyilvánosan a szerzőjogi korlátozások miatt, és hát ebből is rengeteg van az Európánálban, de hát hiába talál az ember nagyon jó dolgokat, és hiába gondolja azt, hogy most kattintok egyet, és már is hozzáférek, jön egy üzenet, hogy hát ez csak helyben lehet majd, akkor, hogy elutazok, mint tudom én a Német Nemzeti Könyvtár ilyen és ilyen külön gyűjteményéhez, akkor ott majd ezt megtekinthetem. Tehát pontosan az a cél, ami az eredeti volt, hogy ne kelljen utazgatni, hanem az Európai Unió polgári bárhonnan hozzáférjenek a dolgokhoz. Ez nem teljesül, vagy sok esetben nem teljesül. Itt mögé azért egy nagyon komoly jogi újragondolást is mellé kellett volna tenni, hogy azt mondani, hogy egy egységes uniós jogrendszerben valamilyen szabadabb hozzáférést biztosítunk az európai állampolgároknak. Amerikában van ilyen,
Tehát az amerikai digitalizált gyűjteményeknél olyan üzeneteket látunk, hogy ez a dokumentum Amerikából elérhető nyilvánosan, de Európából nem, mert az európai jogrendszer itt még nem szabadon terjeszthető, de az amerikaiak már használhatják. Hát ugyanezt kellett volna megcsinálni Európában is, hogyha európai országból használja valaki ezt a rendszert, akkor szabadabban férjen hozzá a dolgokhoz. Aztán itt lehet fájlformátumok szerinti szűrést is csinálni, itt meg azt látjuk, hogy ugye nagyon sok dokumentum PDF-ben van, ugye ez a tipikus digitális könyvformátum a világban, hogy beszkennelik képként a könyveket, és utána belerakják egy PDF fájlba az oldalképeket, és esetleg egy jó esetben ráengednek egy OCR-t, tehát egy automatikus karakterfelismerő programot, ami több kevesebb sikerrel felismeri a betűket a képeken. Amit már említettem, hogy nekem például ez egy nagy problémám, hogy legalább azt meg lehetett volna csinálni, vagy törekedni kéne arra, ezek a felismertetett szövegek, ezek is kereshetők legyenek, mert a jelenlegi keresés az csak a bibliográfi adatokban történik, tehát a címben, kiadási adatok között és egyéb szerzőnevek között, de magában a dokumentum szövegében nem tudok keresni, tehát ha mondjuk egy izlandi állampolgárt az érdekel, hogy mit jelent az, hogy meg honnan származik az, hogy egy miak, hogy tyúkanyóken, akkor azt az Európai Államból nem fogja megtudni, mert hiába van benne ugyan Petőfi összes költeménye a MEG-ben, és hiába kerülnek be ezek az adatok az Európai Államban. Maga a vers címe az még kereshető, jó esetben, ugye mert itt látjuk, hogy a tartalomjegyzékeket átveszi az Európai Állam, de már a vers szövege már nem, tehát innen nem jut el egy ilyen verssorhoz. Aztán azt is látjuk, hogy viszonylag sok van különböző TIFF meg JPG formátumban, ami azt jelenti, hogy ott még csak ilyen automatikus szövegfelismerése történt, egyszerűen csak képként vannak digitalizálva ezek a szövegek, ezek a könyvek. Itt van a jogi szempont szerint való szűrés, és akkor lehet még szolgáltató ország nyelv, illetve a beszolgáltató intézmény szerint lehet még ezeket kinyitogatni, ezeket a kategóriákat, ezeket automatikusan kisenyítja ez a kereső, hanem ezt külön kell kérni, és akkor előbb-utóbb majd meg is jelenik. Viszont inkább azt mutatnám még meg is, akkor nem beszélek olyan sokat, hogyha egy ilyet kiválasztunk, egy ilyen tételt, akkor milyen adatokat mutat róla. Tehát az már egy nagy szó, hogy legalább a kis képecskét, a címlapképet átveszi, ezen elég sokat küzdöttünk, hogy hajlandó legyen átvenni a képet a könyvek címlapjáról. És akkor itt látjuk ezt a bizonyos ömlesztett tartalomjegyzéket. Itt azokat az embereket, akik részt vettek a dokumentum létrehozásában, ezzel is van egy. Ugye, ha az Európai Államban vegyük, hogy Drótos László, akkor törvénytelen találhatunk. Ez is egy nagy probléma egyébként. Én egyáltalán nem örülök neki, mert arról van szó, hogy minden közreműködői adatot átvesznek, beleértve azt is, aki katalogizálta magát a digitális dokumentumot, vagy előkészítette, feldolgozta, ezért vagyok én benne ilyen nagy tömegben. Nincs mód arra, hogy meghatározzuk, vagy legalábbis hosszas levelezés útján lehet csak bizonyos dolgokat elérni, hogy meghatározzuk, hogy milyen metadatok kerüljenek bele, és mit legyek visszakereshető. Tehát erre egyáltalán nincs szükség. A Fuchs Izabella az valószínűleg a kötet szerkesztője, a Tuzat esti a szerzője, tehát az rendben van, de nekünk ott a Góca Andrával nem kellene ott lennünk. Aztán itt vannak a nagyszavak és témakörök, amelyek nincsenek lefordítva, ugye ez a következő probléma, hogy nincs egy egységes európai sok nyelvű tezaurusz, ami lehetővé tenni azt, hogy mondjuk azt a fogalmat, hogy elbeszélések, meg versek, ezt az unió különböző nyelvein mindenki a saját nyelvén tudja keresni. Tehát ha most valaki magyar verseket keres az Európai Államban, akkor magyarul kell beírni neki azt, hogy vers, mert különben nem fogja érteni az Európai Államban.
Van ugyan benne egy automatikus fordító, ami a Google fordítóhoz hasonlóan lefordítja a weboldal tartalmát. Tehát, hogyha már idáig eljutott, akkor ezt már le tudja fordítatni egy géppel, persze aztán olyan is lesz az eredmény. De maga a keresőrendszer az nem keres különböző nyelveken. És akkor itt van az, hogy honnan került a Mac-be, meg az EOK-nakba, honnan került és mikor. Jogi státusz és egyebek. És akkor itt van egy ilyen beépített automatikus ajánlás, ahol megpróbál az adott dokumentumhoz hasonlóakat keresni az EOK-nában, és kidobál olyan tételeket, amelyek hasonlítanak hozzá. Ezek most kivételesen elég jók, mert az irodalmi rádiónak az egyéb kiadványait, ajánlatja itt föl. De ez is nagyon csúnya eredménye tud vezetni olyankor, hogyha nincs igazán hasonló dokumentum, tehát hogyha a cím, vagy szerző, vagy a kiadó alapján nem lehet könnyen hasonló dokumentumokat találni az Európánál van, akkor téma szerint már ő nem nagyon tud ajánlatni. Tehát ami mondjuk egy nagy internetes könyvesboltban, mondjuk az Amazonnál, az tökéletesen megvan oldva, mert ott figyelik azt, hogy aki ezt a könyvet megvette, az milyen könyveket vett még meg, és ebből le lehet vonni következtetéseket, hogy valószínűleg egy adott érdeklődési körű emberek csoportját fogja érdekelni ez a könyv is, mert többnyire mások ezeket szokták megvenni. Az itt nincsen, hiszen ez nem egy, itt nincs vásárló közönség, ezért aztán ez a fajta automatikus ajánlás, ez sokszor elég furcsa eredményeket hoz. És akkor itt valahol meg kellene jelenni annak is, hogy hol lehet megnézni magát a dokumentumot, de itt lehet, hogy ez az oldalon nincs is, ami szerintem megint egy ilyen probléma, hanem csak hogyha visszamegyünk az előző oldalra, akkor ott fogjuk látni, vagy pedig a képre linkelték, lehet, hogy ide linkelték, igen. Tehát a képre rálinkelték, de szerintem nem evidens, hogyha oda kattintok, akkor eljutok az eredeti dokumentumhoz. Ugye ez a sajátossága van az Európának, hogy ő maga nem tárolja a dokumentumot, hanem csak linkeket tárol, amelyek az eredeti lelőhelyre mutatnak. És aztán, hogy az eredeti lelőhelyen megvan-e még az a dokumentum, az megint egy nagy kérdés, mert a digitális könyvtárakat időről időre átszervezik. A Mac-et is már nagyon át kéne szervezni, de pont azért nem szívesen csinálnánk meg, hogy ezek a linkek ezek ne vesszenek el. És akkor előfordul az is, hogy hiába kattintunk rá egy találatra az Európánában, már nem ott van a dokumentum, vagy már sehol sincs a dokumentum, mert közben levették az internetről. Ez különösen olyankor gyakori, hogyha ilyen jogvédett tartalmak vannak, amelyek eredetileg jó, hogy mondjam, engedéllyel kerültek az Európánába, de aztán valamilyen levetette a tulajdonos. Tehát nagyon sok multimédia anyag is bekerül, például filmhíradók, mai tévéműsorokból, különböző közszolgálati televíziók, meg rádiók által készített műsorok, amik aztán lehet, hogy csak egy ideig érhetők el nyilvánosan. És akkor most már tényleg befejezem, amire felhívnám figyelmet, ez a kiállítások menüpont, ez az, amire utaltam, hogy ez a bizonyos, ezt most nem kérjük, ez a bizonyos világosítás, ez itt F11-jel tehát ez a bizonyos újrahasznosítás, amiben nagyon jó az Európának, tehát ez tényleg példamutató, hogy azt a közvagyont, amit a különböző múzeumok, könyvtárak, levéltárak és egyéb archívumok Európában hozzáférhetővé tesznek, azt a legkülönbözőbb módokban hasznosítja. Ennek a legkézenfekvőbb módja az, hogy ilyen virtuális kiállításokat készítenek különböző témákban, összegyűjtik az adott témában kapcsolatban meglevő digitális tartalmakat, és akkor itt ezeket hozzáférhetővé teszik. Lássunk. Hát ezek persze már nem a valódi nyelv
ebben nem magyarul vannak, hanem az adott nyelven többnyire angol vagy franciául. Hát itt első világháborús kiállításokat látunk, aztán természettudomány, meg egyébek. De ez csak az egyik része az, hogy különböző gyűjteményeket ilyen virtuálisan összeraknak az interneten. Sok ilyen előremutató technológiával is kísérleteznek, hogy háromdimenziós megjelenítés, meg idővonalak mentén való megjelenítés, és így tovább. Tehát itt ennél a bizonyos kiállítások menüpontnál is itt az Explorer menüpont alatt lehet ezekkel találkozni, és ezt érdemes nézegetni, mert ezek igazán látványos dolgok. Lehet téma szerint és egyéb szempontok szerint böngészgetni ezt a hatalmas nagy adatbázist. Na, ha most már nálam van szó, akkor még elmondom, amit mondjuk ilyen zászlóként akartam elmondani, de ha Judit hozzá akar mindenni valamit. Köszönöm. De ez még nem a zászló, tehát még mindenki nyugodtan hozzászólhat, mert szóval hozzá. Amit én látok, vannak arra már egy-két dologra utaltam, az egyik ez a bizonyos többnyelvű európai szintű tezaurusz, ami már párszor nekifutottak, de semmi eredménye nincsen még. Ami nagyon fontos lenne, hogy tényleg nyelvfüggetlenül lehessen keresni egy ilyen nagy közös adatbázisban. Hát ez persze rengeteg munka kell, hogy megfeleltessük a magyar szakkifejezéseket, meg fogalmakat az összes európai nyelvben, és valami ilyen absztrakt, mesterséges nyelv kéne tulajdonképpen, hogy ne kelljen egyenként mindent megfeleltetni, hanem először valami absztrakt nyelv megfeleltessük meg mondjuk azt a szót, hogy kutya, legyen erre valamilyen akár egy szám, amihez megfeleltetjük, és utána ezt a számot rendeljük hozzá az összes európai nyelvben levő kutyafogalomhoz. És a másik, ami azért egyszerűbb, és ebben már vannak eredmények, ezek a bizonyos névterek, hogy legalább a személyeket, intézményeket, földrajzi neveket feleltessünk meg egymásnak, és kezeljük egységesen. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy Erdély, akkor nyilván a magyarok tudják, hogy az mit jelent, de minden más országban ezt a földrajzi helyet mindenféle más néven hívják. Erre már vannak jó adatbázisok, ahol közös azonosító alá lehet rendelni ezeket a különböző földrajzi fogalmakat, vagy a szerzők neveit, és hát ebben az irányban nagyon sok feladatuk lesz a magyar könyvtáraknak, hogy ezeket a névtereket beépítsék a különböző katalógusaikba. Ezen dolgozunk mi is most a MEC-nél, meg a Digitális Képarchívumnál, hogy földrajzi neveket, meg a személyneveket ilyen nemzetközi névterekhez kapcsoljuk. És ami a legnagyobb probléma szerintem az, hogy nincs nemzeti aggregátor, legalábbis a könyvtári szinten nincsen. A nemzeti aggregátor azt jelenti, vagy jelenteni, hogy egy országban legyen egy intézmény, Magyarországon praktikusan a Széchenyi Könyvtár, vagy akár a Debreceni Könyvtár is elvállalhatná ezt a feladatot, amelyik először országon belül összegyűjti az összes digitális dokumentum adatát, egységesíti, összefésüli ezeket a következetlenségeket, amennyire lehet kiszűri, meg egységesíti benne, és utána egy adatbázisból veszi át az Európán az összes magyar adatot. Tehát ezt kellene megcsinálni. A magyar múzeumok ezt már többé-kevésbé megoldották, tehát ami múzeumi adat kerül az Európánába, az már tudomásom szerint a Nemzeti Múzeum aggregátorán keresztül kerül át. Nem kell mindenkinek egyenként kapcsolatba lépni az Európánával, meg levelezgetni, hogy ezt nem így kérjük, meg most ezt töltsék be, meg ezt töröljék le, meg ilyenek, hanem ezt egy központi országos adatbázison keresztül kéne megoldani. Ez megoldatlan, és ez szerintem nagy probléma. Ugye itt a megyék könyvtár, Roska legemlítette, hogy ők a Mandán keresztül csinálják, tehát a Manda, mint Magyar Nemzeti Digitális Archívum, felvállalt egy ilyen aggregátor feladatot, de azzal, hogy most a Manda megszűnt önálló projektként működni, az kérdés, hogy ez mennyire fog tovább menni, és a Manda sem az egész ország minden közgyűjteményét gyűjtötte össze, tehát például a Széchenyi Könyvtárból nem kerültek adatok át a Mandában.
Úgyhogy ez még egy ilyen megoldatlan kérdés. Na, ha bárkinek kérdése, hozzászólása van, akkor azt most bátran tegyek föl. Nem tudom, Attila, hogy itt a Miskolci Egyetemi Könyvtár mikor akar csatlakozni az Európájánához, és mivel a Selmeci Könyvtárnak az anyagát például jól lenne láthatóvá tenni. Hát akkor elmondom azt, hogy a Mannán keresztül mi is csatlakoztunk már, és több ezer Selmeci Művelődési Könyvtárnak több ezer dokumentumot látható, hogy az Európájánában. Így van, és gyakorlatilag ezt a folyamatot mi is tovább viszünk. És egyébként az én kérdésem, és egyébként a jelenlegükről is a megyei könyvtáros kollégákat is felteszem, mert egy másik aspektusát is szeretném megvilágítani az Európánál, illetve általában azok legátoroknak, mint pedig az, hogy az oda-vissza jelzését annak, hogy az egyes gyűjtemények onnan származnak. Láttuk azt, hogy az Európánában, akár Megben is, Matarkában is lehet látni azt, hogy kiktől származnak ezek. Igazából én azt fájlom, hogy általában azok az intézmények honlapjai, nem nagyon lehet látni azt, hogy az ő gyűjteményük hány ilyen nemzetközi adatbázisban szerepel, miközben a legújabb trendek szerint mi óriási energiát fektetünk azért, hogy Miskolci Egyetem kutatóinak a tudományos láthatóságát a különböző tudományos portálokban elhelyezzük, és utána gyakorlatilag ezeket visszacsatornázzuk. Tehát igazából az Európánára, az Európánában megtalálható intézményi őrzésben levő dokumentumoknak a listájára nekünk büszkéknek kell lennünk. És nekünk el kéne mondanunk a weblapunkon, mint egyébként a sajátunkon sincsen még el. Tehát nem csak az, hogy egyébként létezik az Európánál, nem csak az, hogy létezik a Magyar Etnikus Könyvtár vagy a Matarka, hanem hogy egyébként a mi intézményünk konkrétan milyen adatokat vitt fel ebbe a rendszerbe. Én úgy gondolom, hogy egyébként ez mindenki számára fontos, illetve például a területileg illetékes közgyűjtemények, a megyei könyvtár el tudná azt is mondani egy talán eltárolható kereső kérdésben, az, hogy az Európánában például a Miskolc szóra mennyit adatot kapunk, ami nem csak a megyei könyvtárnak az állományában található, hanem egyfőleg a megyei múzeumban, levéltárban, vagy bárhol esetleg máshogy, netán esetleg a világban is, és aki a helyi tematikus gyűjtéseket akarja a kezébe venni, azt nagyon jól kezelhetné mondjuk a megyei könyvtárnak a honlapját, akár egy ugrópontként az Európának felé, mert amit láthattuk, és amit Rózsa Staci, aki úgy gondolom, hogy nem tekinthető kezdőnek a kereséseknek a világában, nem biztos, hogy egyből az ember megtalál mindent, viszont hogyha egy már előre elkészített linkünk van, akkor a miskolci felhasználók számára, vagy a Borsod megyei felhasználók számára egyetlen kattintással oda tud bennünket vinni egy előre elkészített kérdéscsomaggal, és kereshetünk abban, esetleg saját magunknak tudunk egy virtuális kiállítást bizonyos fajta kereső kérdések alapján érjük az. Azt hogy az előadónk is említette, hogy itt be lehet regisztrálni akár magánszemélyként, akár könyvtárként, vagy könyvtári tájékoztatóként az Európánában, ott kapunk egy saját azonosítót, jelszót, és ott kiválogathatunk ebből a hatalmas anyagból számunkra fontos dolgokat, amelyeket egy ilyen virtuális polcra elhelyezhetünk. Tehát, hogyha mondjuk egy megyei könyvtár, vagy egy kisebb helyi könyvtár csinál akár egy vagy több ilyen válogatást az ő érdeklődési körébe, gyűjtőkörébe tartozó anyagokból, amelyek nem feltétlenül nála vannak, hanem más gyűjteményekben, és ehhez hozzáférést ad a felhasználói olvasói számára, tehát belinkeli ezt a kis saját gyűjteményt, akkor már is van egy visszacsatolás ebben a rendszerben. Tehát ez valóban igaz, hogy aktívabban kellene használni, nem csak odáig kell eljutni, hogy a mi adataink oda bekerüljenek, hanem ami ott van, abból, amit minket érdekel, az jelenjen még nálunk is a saját intézményi honlapunkon. Úgyhogy ezzel egyet értek. Van-e még más vélemény? Ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönjük az előadónak is, a részvevőknek is a részvételt. Most nem fogom tudni bejelenteni, mikor lesz a következő, csak azt, hogy márciusban. Még egyeztetünk, két előadó is szóba került. Az egyik téma az pont a névterek, amikről beszéltem, a másik meg a felsőoktatási könyvtári stratégia, ami
itt az egyetemi könyvtárban különösen fontos, hogy mi a jövőképe a magyar felsőoktatási könyvtáraknak. Úgyhogy majd interneten levélben fogjuk bejelenteni, hogy pontosan mikor lesz a következő. Addig is további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen!